Annyira dühít, hogy nem tudom rávenni, már mindent elkövettem. Egyszerűen nem akarja. Tényleg így akarod manipulálni? Igen, amit mondtam, azt akarom. Ha kell, manipulálok, ha kell, hazudok. Mindegy. Félreértesz. Nem az érdekel, hogy velem mit teszel, az érdekel, hogy magadnak mit okozol. Nem veszed észre, hogy mi történik, amikor hazudsz egy másik embernek? Elhomályosul a látásod, a hangod megremeg, nem mersz a szemébe nézni, izzad a tenyered, felgyorsul a pulzusod és egy rakás más élettani reakció. Aki hazudik a másiknak, fizikai erőszakot követel a saját teste ellen. Bár ez akkor nem tűnik nagy ügynek, eljön az idő, amikor megfizetsz a hazugságodért. Testbeszéddel egyébként is kommunikálod a megtévesztő szándékot, ezt soha nem lehet teljesen elrejteni. És az, hogy udvariasan bólogat, még nem jelenti azt, hogy hisz neked. Emlékezni fog erre a zsigeri érzésre, és a jövőben nem bízik meg benned. A legtöbb külső szemlélő sokkal tisztában ítéli meg a személyiséged, mint gondolnád. A Biblia szerint szavaid által ítéltetsz majd igaznak, és szavaid által ítéltetsz majd bűnösnek. A keleti vallások, például a buddhizmus és a hinduizmus hasonló nézeteket vallanak. Krisna arra tanítja a követőit, hogy az igazmondás gyümölcse valódi és édes. Mindenki figyel arra, hogy a szomszédja be ne csapja. Ám egy napon elkezd arra figyelni, hogy ő be ne csapja a szomszédját. Onnantól minden rendben lesz.